Hatalmas érdeklődés övezte dr. Papp Lajos Széchenyi díjas szívsebész professzor november 8-ai előadását a komáromi Jókai moziban. Ülő és állóhely híján sokan a színpadról hallgatták a népszerű gyógyító szavait. Az író szívsebészt a Magna Hungária Kulturális Egyesület invitálta Komáromba, de nem először járt már itt. Dr. Papp Lajos elmondta, minden embernek saját küldetése van. A Teremtő mindannyiunknak egyéni képességet, talentumot adott. És mindenki, aki a talentumát használja, és meghallja az Isten szavát, a hívását, annak hivatása lesz itt a Földön. Mi a különbség a munka és a hivatás között? A munka lehet fáradtságos, nehéz, izzadságos, gyötrelmes, de a hivatás a legnagyobb örömet adó tevékenység a Földön. Örömet, mert a gyönyörrel, az élvezetekkel nem lehet összekeverni. Azok pillanatos, fontos dolgok az ember életében, de egy egész életen át örülni csak úgy lehet, ha valaki a hivatását teljesíti. A Teremtő engem meghívott itt, a Kárpát-medencében, mert magyarnak születtem, magyar az anyanyelvem. Nekem itt van dolgom. Itt van feladatom. Mi ez a feladat? Nagyon egyszerű. Az emberek, a magyar emberek szolgálata. A betegeké, az egészségeseké azért, hogy ez a nemzet talpra álljon. Nem csak az egyes emberek szívét, lelkét kellett és kell gyógyítani, mert a nemzet szíve, lelke beteg. A magyarságára büszke orvos a magyar emberek szolgálatába állította hivatását. Előadásában elhangzott, a legtöbb betegség oka a gyűlölködés. Véleménye szerint a szeretet és az önzetlen áldozat képes segíteni. Én jövök és hirdetem Krisztus igéjét, ami egy mondatban fogalmazható meg, ahogy ő megfogalmazta annak idején, a parancsa, az ő parancsa úgy szólt, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Krisztus hogy szeretett bennünket? Föláldozta az életét. Tehát áldozat nélkül nincs haladás, áldozat nélkül nincs jövő. A test, lélek, szellem hármas egységében hisz, hiszen, mint mondta, ha bármelyik a háromból meggyengül, az egyensúly felborul. Nem lehet a testet gyógyítani a lélek nélkül és a szellem nélkül, és fordítva. Hosszantartó lelki betegség testi bajokhoz vezet. Ez a hármas egység az utóbbi időben meggyengült, mert leginkább az anyagi, a testi oldalra fektették a hangsúlyt. Az ember nem gép, nem lehet gépiesen gyógyítani és gépekkel gyógyítani. Az orvos, ahogy mondtam, hívott ember, ha hivatásszerűen végzi a munkáját. Lélek nélkül, szellem nélkül mit sem ér a test javítgatása, szerelése. A hosszantartó lelki betegség szerinte testi betegségekhez vezet. A tudománnyal házasságot kötött orvos évtizedeket áldozott a szív és az emberi test működésének megismerésére, ezért gyakran saját családját és magánéletét is háttérbe szorította. Közönségét is beavatta. Az orvoslással töltött hosszú évek sora sem volt elegendő ahhoz, hogy kijelenthesse, mindent tud az emberi szívről. A professzor saját életpéldákkal igyekezett megértetni hallgatóságával, hogyan találhatja meg az ember küldetését, hivatását, gyógyulását. Van olyan szívbetegség, amely az magzati életben biztosítja az életet, az édesanyja köldögzsinórján keresztül a mélepény, de abban a pillanatban, amikor világra jön, azonnal meghalna. 8 hónapos magzati korban fölvágják a mama hasát természetesen altatásba, fölvágják az anyaméhet, kimerik, félreteszik a magzatvizet, a baba orrát, száját befogják, a köldögzsinór biztosítja a keringést, kiteszik egy kis asztalra az 1 kiló 40 dekás babát, fölvágják a mellkasát, helyrehozzák a hibát, visszavarják a szívet, a mellkasát a babának, visszapakolják az anyamébe, rámerik a magzatvizet,
a mama hasát összavarják, és 9. hónapra a gyermek megszületik természetes hüvei úton úgy, hogy még heg sincs a mellkasán. Az ember csodákra képes, de ahelyett, hogy javítana, gyógyítana, látja, háborúkba ölik egymást, éhen halnak emberek, szomjan halnak emberek, a világ egyik fele jelentős része éhezik, a másik része dőzsöl, ez így nem igazságos. Az előadás végén a professzor könyveiből is válogathattak az érdeklődők.